Öltözve, énekkel, verssel és zenés kísérettel mulattak a gyerekek a Pittypangó óvodában Tolnán, ugyanis megtartották a Tök jó nap elnevezésű rendezvényt az intézményben. A kicsik több héten keresztül készültek a programra, ez idő alatt különböző módon dolgozták fel a zöldség témáját. Sütöttünk, meg még lámpásokat készítettünk. Az ovisok megtanulták, hogy többféle módon is fel lehet használni a tököt. Sütni. És még? Tisnek kilakni. A résztvevőket zsíros kenyérrel, süteménnyel és teával kínáltak az óvodában. Az intézményben már régóta hagyomány, hogy ősszel kicsik és nagyok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt csak zárt kapuk mögött tudták megtartani a rendezvényt. Nagyon-nagyon várták, nagyon készültek rá. Ugye mind a 6 csoportunk most már vegyes csoporttal működik. Ez azt jelenti, hogy pici középsősök és nagyok is vannak minden csoportunkban. Ugye a középsősök és a nagyok már tudták, hogy miről van szó, hiába zárt körben tartottuk ezeket a programokat idáig az elmúlt két évben. Ettől függetlenül nagyon nagy lelkesedéssel várták, főleg azért, mert most ugye nyitott a családok előtt is. Az esemény zárásaként szülők és gyerekek lámpással a kezükben vonultak fel együtt Tolna utcáin.